Hát vegyünk is, vegyünk. Ebédre vagy valami napközbére. Ja. Akkor piros paprika faszán van. Az van. Megérkeztünk Borsos Berénybe. Itt vagyunk a Börzsönyben, egy kellemes hétvégét terveztünk. Kornél foglalta a hotelt, az Almásház pihenőt, ahova ezekben a percekben érkeztünk. Mint látható, az egész hely csak a miénk, úgyhogy a terv szeszelés, bográcsozás és jó hangulat. Mit tudok, elég jó a seggi azért valahogy, mindig ezt érzékelem. Korné már itt tervezi, hogy mi legyen a plán. Korné már az 5000 méteres szint emelkedésbe tervezte. Igen, Korné az már hegymászást tervezi. Mi viszont előbb kocintunk. Cső. Egészség. Welcome to Borsos Berény. Cső. Hol vagyunk, Korné? Itt. Én azt mondom, hogy belőbb fentettük az estét. És Korné hova tűnt? Fátszed. Tényleg? És azt mondom, hogy te arra vagy valahol. Tizet raksz, Kornél? Eszetlenül sokat fogunk zabálni, én ezt gondolom. Mindenki dolgozik, tehát Kornél ugye a fát szedegeti, Andris pedig már itt a hagymát pucolja. De valószínűleg én nekiállok felrapítani a húst. Nem tudom, mekkorára kockázzam, de... Az úgy tökéletes. Ennél kisebbre nem nagyon fogom. Annál kisebbre semmiképpen, szerintem az úgy főzzük. Ez egy lapocka, akciós volt. 2,5 kiló. 2,5 kiló lapocka. 6 fej hagyma 3 tálban. Lesz némi kenyér, savanyúság, tehát szerintem nem fogunk azért nagyon éhezni. Na is, hármunkra. Hármunkra főzünk, de ez a hagyma része. Tehát 3 tányér hagymából indul ki, hármunknak a pörkölt. Két alakú, most már van 2 tányér vacsora. Tányér megtelt gyakorlatilag. Azért még van mit felaprítani. De azért kezd is elpattogni. Úgyhogy Kornél hozza is a sört. Ezt kivédendő. Miközben hagyma processzel indult, major. Durván. Rohadt jól néz ki. A parázson. Kornél ezt kezeli. Megrugdostam a rabszolgáimat, összevágták a hagymát, a másik vágja a húst. És akkor jön a Meister. Bránermeister, Kornél! Közben mutatom, mi a feature, az, hogy itt van a nyers hús, fölaprítva, 4 tányérba, ott pedig lobog a tűz. Hogy dínszterődik a hagyma. Holnap átmegyünk Szlovákiába sört venni, és holnap elmegyünk Drégelyvárát megnézni. A húst a hagymára. Ez az, Kornél. Gyerünk! Eluntam a hagyma keverbe. Neki e-mailed. 1-2. Elég lesz ez 3-nak. Kezdek el bizonytalanodni. Én is ettőtöm. Ez a legjobb része. Mutatom, hogy mik az állapotok. És ez annyit kell tudni. Negyediket iszom, vagy harmadik? Hogy még csak fél hét van. 3/4 is. Jó. Figyelj, ez már a szaftosításhoz készül, kérlek. Igen. Láttam már elég. Ez az, bele is ment. Már benne van. Jó. Kornél megsózta. Még megebb. Vagy hogy ez kicsit kevés, hogy is kell a még egyet tolják, Kornél, mert ez kevés lesz, ez 2,5 hús, bazd meg, hát ez lófasz. Inkább ott inkább tanki. Kevesebb, mint több, azt én, de azért azt láttam, hogy ez
De még milyen szép piros, nem is tudom honnan kaptuk. Honnan? Hát honnan? Érdemes volt meg a házasoknak, Nóri. Hát igen. Ó, de szép! Még majd egy kicsi borsot is tolunk bele. De azt kell, hogy mondjam, hogy már nem látom, ott van. Így is gyönyörű színe van, tehát látszik, hogy nagyon szép, de azért tolunk bele egy borsot, persze a borsot nem a színe miatt toljuk bele, de most valamiért ezt mondtam. De most itt látható, hogy Kornél az már tolja bele a borsot. Ez az úgy egy szép adagot benne van. Jó lesz. Kiváló lesz, én azt mondom. Tehát gyönyörű, és hát hogy a... Még itt az illatok milyenek, azt elmondanám, de csak a füstöt érzem. De... Már a szaftosítás fázis. Rárottyoltam kicsit a gázra, hogy jobban milyen menjen. Gáz? Brutál. Na, az... Elkészült az étel, Andris? El. Közben mi itt azért fogyasztunk, vagy hát én mutatom, hogy kész fogyasztunk. Készen nyilvánítjuk a történetet, én azt mondom. Hozok egy sör. Így néz ki a pörik, ú, de jó illata van. De ú, basszus, de a kurva jó illata van. Ezt akartam, öntsé pál ezt. Ötök pál ezt. Négy sörre, meg két pálinkára még, akkor dobjunk egy pál ezt. Nem kell itt a púder. Miről nem beszélünk? Hát például Andris olasz. Az a legjobb. Én nem tudom, én nem érzem úgy, hogy Andris arról ne beszélne. Kornia. Át kell csoportos tenni, hogy az mi. Akkor igyunk arra, hogy kész lettünk. Egészségünkre. Egészség. Hát most minek mosogassák itt? Ha jó van, most két tányit behoztál. Jó van, lesz. Ó, basszus. Tolja neki, Korni! De kívánom már! De jól néz ki, basszus. Ó, de jól néz ki! Merültünk után. Az elég zseniálisan néz ki. Ez mind olyan zseniális. Az ízre, mindenhogyan. Együtt. Laktam a, ahogy a 9, tehát a szervesre oda költöztem, hogy a 9-es megy ki. Azt tudom. Hogy hívják is? Hát én ott voltam többször. Az a juharfás. Az a juharfás volt. Igen, a juharfástól költöztem a Zsoltihoz. Igen. Nem, a juharfástól költöztem Öcséthez, Öcséthez, és Öcséthől Zsoltihoz. És Zsoltitól már a keresztöltést. A zsöltést Zsoltitól, meg kiköltöztem még a juharfáson kívül. Nem tudom, mi a faszom az az utca ott. Az nem rémlik. Ezek itt a reggeli viszonyok. Gábort várjuk 10:30-ra, aztán majd annak fényébe rövide állunk. Miben valaktam ezt a szóhát? Bodrik út. Hogy itt toljuk. Útban a vasútállomásra, hogy Gábort üdvözöljük, megérkeztek, hogy itt Borsos Jenő vagy mi? Berény. Borsos Berény, mert sose fogom megtanulni. Úgy tűnik megérkeztünk. Vasútállomás. Előtt régen rendesen volt Kaller, meg hát állomásfőnök, meg amit akartok, nem Kornél? Persze. Ilyen boldogatják az azon, hogy egy munkahelyek volt, hogy így ilyen volt. Hát, kicsit ilyen hullámvasutas. Meg mi a hullám rajta abba azt tehát? Hát igen. Fűnyírás az az, hogy túl magasan ő a gazak, vagy elcsapja a vonatalja. Itt egy kis hajófilm. Ez egy kicsit ilyen halálfélelme lenne, hogy jön a cucc, és így előbb-utóbb így ki baszódik, nem a izéből, nem, mert olyan lengése van, nem? Ó, ez egy fosnék. Ja, nem. De. Kaller hűt elő. Ja, de két izé van. Két szerelő van. Kiborul, hogy kamerázol. Hát dehogy borul. És akkor mi van? Direkt csinálok a kamerázol. Hohohoho! Hogy jött már a vonat? Nagyon durva. Durva! Durva! Borsos Berény! Én is lepődtem ide följön. Ez a durva, hogy itt toljuk most négyen. Nagyon durva. A gépjárműben mikor volt ilyen legutóbb, basszus? Nagyon durva.
Ez a kemény. Szlovenska Republika. Ennyi volt, szerintem ez volt a határ. Vállaljunk rá ilyen nagyra? Szerintem legalább... Szerintem abszolút. Szerintem látjuk, ahogy azt tapasztaltuk, fogy ez. Szerintem lehet, hogy... Hogy melyiket mondod? Ez nagy jó vagy. Jó, hát akkor azt toljuk, toljuk. Meg van még egy fia. Nagy jó vagyunk, nem? Persze. És akkor azért föl vagyunk szerelkezve, itt vagyunk Szlovákiában, megvásároltuk a söröket. Térjünk haza. Üdvözöljük Magyarországot! Hazaszeretetről üzenem át. Szondi és lelked gyönyörködtető sétákat túrákat lehet. 146 főnyi védő. Mit csinált? Jó öngyilkosságot követettem. Hősiesen vitték a törökökkel szembe. Jól látod, Kornél? Szondi két apró ugye, vagy hét. Kettő. Valamilyen. Szondi két apró ugye. Hogy hívják? Aranya Jani. Térünk föl! Tehát rümdahuszár segge, nem tudom. Ez már egy dilemma. 280 méteres szívás vagy a 750-es lanka. Hát harmada a hossz. Nem hittem volna, hogy ma ezt fogom mondani, de elértük Drégei várát. Ahova belépünk saját felelősségünkre. Ja, végre kis emelkedő. Mit írnak? Drégei vára. Ali budai pasa 1552 nyarán vonult fel a várostromára. 10-12 ezer fős hatalmas seregével a helyőrség létszáma ekkor mindösszesen 146 katona volt. Tehát az ottan Szlovákia, az a sörrel árusító hely. Jó, csak a farka tényleg is olyan, mintha az lenne az eleje, így téveszti meg a madarakat. Az megvan, amikor ellovagolnak a... Ja. Ez Drégei vára, 1552-ben esett el, a törökök szétlőtték, és Szondi itt halt meg, a várvédőkkel együtt. We'll be right back.
elrontottad magadnal még a kornél elviszik. Nekem ez semmi. Korni még elvisz egy sétára. Rátegyem? Akkor ez nem olyan stabil, ez azt hiszem, hogy ez egy... Itt egyensúlyoz egy másik tálcával. Szóval az történt, hogy megérkeztünk Kecskemét katonateletre. Pirankodva mondtuk, hogy nem esetleg lenne valami rendes... Mert ott vettétek föl Orbit? Nem, ott raktuk le ki Brigit. Ja. Pirankodva kérdeztük, hogy nem lenne valami rendes piros paprika. Erre Brigi meg édesanyjai megrohantak, és elkezdték a féldisznókat főhordani. És ez egy szalonnapörc, sonka, paradicsom, sütemény. Még akkor három doboz sör, kóla. Azért nem ebédelnénk meg, tudod így. Igen, akkor igen, tésztát kerülben. Azt már most kihagyjuk, meg tényleg, indul. Akkor tésztát kóbáltak, onnan vannak. Ez egy fasza egyébként. Most meg nem mondom, ami Kovács Laci, vagy valami nem tudom, ilyesmilyen egyszerű neve volt. Kovács Laci, vagy... Attila baszoktatott, hogy abszolút konfigurációt kéne meghatározni. Aztán mondta, hogy van CD, ahogy hívják be. Igen, este még szalonnát sütünk, meg palacsinta is lesz. Kornél farag nyársakat. Úgyhogy ezek szerint ez most ebéd. Jó, jó. A nívás gyerek. Jó, ez az etesítő olyan. Kipróbálnék egy ilyen nívát, hogy milyen. Ja, az. Csalmád itt hoz. Csalmád itt van. Jó cucc. Csili csalmádé. Hát akkor nem iszunk. Egészség. Egészség. Cső. Egészség. Herbesz. Fincsi bicit. Jó. Na. Melyik az enyém kornél? Az ámbegyűség a másik kettőből válasz. Akkor ezt kérem. Ez durva. Ez a fasz a Andis, látod? Nagyon durva, meg van kenve. A tulaj basszus, az menedzser nekünk palacsintát. Kornél itt intézte a jó szállást. Kornél az befoglalta itt a deluxe szállást. Mikor jó étvágyat. Nagyon durva. Esik az eső. Ez az... Palacsintában csak az utolsó maradt, ahogyan ez egy négy fős társaságban illik. De hogyha valaki túlteljesítette a fogyasztást, az én vagyok, úgyhogy... Nem nyugodt be. Én két lekváros tettem, és két kakaósat. Nem tudom, aki négyet evett még, az ki. Én kettőt tettem. Te, Gábor? Kettő is felett lesz. Tessék, Andris, az is evett hármat. Én négyet, tehát valószínűleg az utolsó már nem én fogom benyelni. De a helyzet az azzal romlott, nem is azzal, hogy esik, hanem hogy kofolát iszunk. Ez azért már legalja. Megesősödött az időnek a járásait. Borsos berényben. Á, dehogy. Tűzünket is kioltotta. Dögöljünk be egy órát aludni. Így úszta meg az erdő. Tényleg elállt, hogy ez olyan a tűz az vége. Persze, ez kifikkan. Megjelent az eső, elállt a tűz. A profi, aki meggyújtja az eső után a tüzet. Még beljebb? Belobbant. Száraz, nem korn. Ez nagyon jó meglátás. Valami száraz. Fehér? És Kornél a túlélés szakértője már fölélesztette a tüzet. Kérlek, hoztam még egy pár fél palacsintát, nem? Fú, nekem is lecsúszna, bár lehet, hogy most nem szólok ebben. Mennyi hús után lehet, hogy ami édes, az ilyenkor jól jön amúgy. Vagy beugrunk a 75 fősbe. Ja, vagy, ja nem 75-en van, 25 fősbe. Vagy akkor... De lányok, úgy csesztek annyi palacsintát. Tudjátok, ez major hízlal. Tessék, ezért kellett megállni Szlovákiában, mert itt van a prémium. Csehszlovák bír. Várjál, még nem veszi. Újra. Tudja, hogy veszi, hát Korni nem balfasz. Tessék, a gyönyörű korsóban. Egészségünkre. Csehszlovák hát. Lefenékig. Nem az Oktoberfesten vagyunk. Korni a szlovák sör. Ilyen fasz a íze van egyébként. Nem Kornia. Én a normális sör híve vagyok. Most, hogy ez csehszlovák, belga,
jugoszláv. Magyarul jászok. Ott a fő tréfamester, igen. Megkérnék az öreget, biztos adna el nekünk hozzávalókat. Bolti áron. Néhány tojás, meg lófasz. Mit szeretné abból kórni kihozni? Nyársat. A mesterember az itt bazd meg megcsinálja az egy nyársat. De az egy kivaszott nagy nyárs lesz, szóval annál van vastagabbat nem találtál. Gábor az itt kritizál az ő mestersége, ez a két áklubot. Amivel tüzet piszkál. Nézzük meg közben a hentest. Be kell írdalni. Shit. Ez nagyon durva. Tehát készül a nyárs azért, hogy tudjunk sütni szalonnát, és azt tudjuk enni, de a jóléti társadalom ide már úgy begyűrűzött, hogy igazából már fintorgunk kicsit a szülcs a szalonna sütésre, és inkább palacsintát ennénk. Legalábbis ami édeset. Nem tudom rászúrni erre. Az még a nyárs, hogy hegyes a vége. Köszönjük, hogy ezt megosztod velünk. Ezt a tapasztalatot. A kolbász a tetejére fog menni. Gyerekek, most rávállalunk itt. Rátámadunk. Mennyire vizes ez, Kornél? Amúgy is itt. Baszki, tegnap lenne, le tudnánk ide ülni. Mondjuk most annyira vizes. Ilyen kényelmi sütés lesz. Mint a horgászok, tudod, így ide feltolom így. Ez durva. Nem, Kornél? Meg a szamászek. Bazeg, fogni se kell. Rajzoljak, fényfestsek egy faszt. Tényleg ilyen fényfestést kéne tolni, nem? Azt. Rajzoljak egy faszt. Gábor, tudod, mi itt most volt eszembe? Na. A farkasokkal táncoló. Kornél a sötétből. Kornél az a másikat ismeri. Nem fázol úgy, Kornél? Nem. Ég a tűz. Azt nem tudom, ez az indul a bakterházba éneki a... És mi lett a vége, Kornél? Összedőtt a bakterház. Tudtak élni azért akkor is. Na hát akkor Börzsönyi reggeli. Jó kis maradék bőrkölt. Maradék kóbásza. Meg kofolába. Így van. Kofola. Hol a kofola? Ott a kofola. Ez a Gábor így. Aha. Maradék sört elosztjuk Gábor. Jó. Norbi akkor ezt elviszette, ugye, haza? Azt fassza, az a mindenhez jó. Olajat? Ketchup. Azt is, nem? Mit csinál? Jó, elviszem. Hát, de vigyetek ti is, hát most ne én vigyek mindent, ami megmarad. Az olaj azt vigyelj nyugodtan. Kornél kolbász. A BBQ-t is rakd be Norbinak még, az kitunkolja a maradékot. Azt mondta, hogy te mit viszel, Gábor? Kell neked egy... Anyuka ott volt tegnap, úgyhogy jó. Nálunk nem fér semmi. Max egy kis sör. Ezt a sonkát. Azt boz. Azt is elviszem. Jó. Ezeket már vidd el. Kornél, ezeket vidd el minden.
Egy saját felelősségünkre vállaltuk a táskorné. Hát akkor vállalom a felelősséget magamért. Ez azt jelenti, hogy itt nincs vár, nem? Ez itt a Nógrádi vár, ahol most vagyunk. Illetve hát annak a romjai, amit meghagytak a törökök. Mit látunk, Kornél? Nógrádi várból a view-t. Ott jött tegnap Gábor. Hogy csattag a honat. És mi van erre? Hegye. Nekem az a célom volna, hogy te boldog légy. Csak megvan a kafé, Korné. Csak siker. De szép a Korné. Ez szép. Szende helyen a kávét. Legjobb.